Élesen bírálta az Európai Bizottság a magyar kormányt, azt követően, hogy magyar kormány tisztviselők azzal fenyegetőztek, hogy a Magyarország határait elérő migránsokat autóbusszal az EU fővárosába, Brüsszelbe szállítják. A bizottság szerint a provokáció, ha valóra válik, törvénytelen lenne, és veszélybe sodorná a belső határellenőrzésektől mentes Schengeni övezet biztonságát. Ami a magyar hatóságok bejelentéseit illeti, miszerint a magyar-szerb határól szállítanának illegális bevándorlókat Brüsszelbe, egyetlen szóval jellemezve elfogadhatatlan. Ez az intézkedés tehát, ha megvalósul, egyértelműen sérteni az uniós jogot, de egyértelműen sérteni az őszinte és lojális együttműködés, valamint a kölcsönös bizalom elvét is. Emellett a Schengeni övezet egészének biztonságát is aláássa. A fenyegetés a Budapest és Brüsszel között zajló viszály része. Miután az Európai Bizottság 200 millió eurós bírságot szabott ki Magyarországra, amiért még 2020-ban korlátozta a menedékjogot. A magyar kormány elmulasztotta a bírság megfizetésének első határidejét. Ha továbbra is megtagadja a befizetést, azt az Európai Bizottság levonhatja az uniós költségvetés Magyarországra jutó részéből. Brüsszel kijelentette, mindent megtesz annak biztosítására, hogy Magyarország tartózkodjon a fenyegetéseinek a végrehajtásától. A bizottság felveszi a kapcsolatot a magyar hatóságokkal annak biztosítása érdekében, hogy ez az akció ne valósuljon meg, és Magyarország tartózkodjon tőle. Kapcsolatban állunk a szomszédos országokkal, de a bel- és igazságügyi ügynökségekkel is, és készen állunk arra is, hogy a szerződések szerinti minden jogosítványunkat felhasználjuk az uniós jog tiszteletben tartása érdekében. Ez a legutóbbi fejlemény tovább nehezíti Brüsszel és Budapest kapcsolatát. Orbán Viktor kormánya konfrontatív álláspontot képvisel az EU migrációs politikájával szemben. Azt állítva, arra kényszerítik Magyarországot, hogy engedje át az illegális bevándorlókat a határain.